Nagy a munkaerőhiány, és jelentősen emelkedtek a biztosítási díjak is. Ennek is köszönhető, hogy drágulnak a fuvardíjak. Korábban 400 ezer forintért tudtak sofőröket alkalmazni, ez várhatóan 450 ezerre emelkedik, és tovább nő a közeljövőben. Vendégünk a stúdióban Volosinovszki László, a Szurotrét Kft. szállítmányozási osztályvezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Most hát itt azért a lényeget már el is mondtuk, de egy kicsit tekintsünk vissza, hogyan alakultak a közelmúltban az épi, a fuvarozási üzletágnak a költségei. A fuvarozási üzletág költségei uh, folyamatosan növekvő tendenciát mutatnak. Uh, legelső ebből a költségekből az ugye már egyszer témaként felhozott sofőr hiány, hiszen uh, a sofőröknek megpróbálunk európai bérezést uh, nyújtani, és hát nyilván az egyik tényező az európai bérekhez, európai költségeken kell, hogy dolgozzunk ahhoz, hogy ez előteremthető legyen. Így magyarázott rögtön az, hogy miért van az, hogy emelkednek valamilyen szinten a fuvardiak, hiszen ezek óriási magas bérek, ha csak a nagy átlag bérekhez képes nézem, és a környékünkben, a környékünkben található országokkal, hogy fel tudjuk venni a versenyt, illetve a szájtmányzásra feladatok megoldhatóak legyenek, így muszáj legalább erre a szintre, vagy akár magasabbra is ezt a, ezt a bérszínvonalat felfejleszteni. Ez a bérnövekedés visszatükröződik a létszámhiány csökkenésében? Egyértelműen úgy gondolom, hiszen a létszámhiány azzal, hogy a bérek kiegyensúlyozottabbá válnak, és közelítenek ahhoz, amit már egy nyugat-európai vállalkozó vagy nagyvállalat meg tud adni, még ha nem is érje el teljesen ezt a szintet. Így a sofőrök vagy azok, akik ezzel a szakmával foglalkoznak, könnyebben döntenek amellett, hogy mégiscsak inkább itthon és, és Magyarországon dolgozzanak. Ezért a bérért kész sofőröket kapnak, vagy a képzésből is ki kell, hogy vegyék a részüket a szállítmányozási cégek? Az az igazság, hogy sokan kényelmesen próbálják ezt megoldani, hiszen ha egy erősebb bérszínvonal felfejlesztő a jelenlegi, fizetéseket, akkor könnyebb késsofőr találni a piacon. Bár azt kell mondjam, hogy ez sem, ez sem elég, hiszen ha azt nézem, hogy Nyugat-Európában, mondjuk kiemelve Németországot, körülbelül 2018-ban több mint 2000 nyugdíjas lesz ebből a szakmából, ha csak a sofőr szakmát említem, és az kb. az 50 át sem éri el, akkor így azért még nehéz dolgunk van. Magyarországon mi a helyzet? Magyarországon pontos számokat nem tudok, hiszen jelenleg azért nézzük a nyugat-európai piacot, mert a legnagyobb felvevő erő, és aktívan ők befolyásolják azt, hogy milyen bér minimumot kell, hogy megüssünk. Igazából ezt a bérminimumot sem szeretem használni, hiszen azt gondolom, hogy egy jó munkájú minimum a középmezőnybe kellene, hogy tartozzunk, de a mostani költségek, amelyek összeállnak, nem teszik azt lehetővé, hogy ezeket a béreket ki tudjuk fizetni hiszen a költségek folyamatosan emelkednek, és azt kell mondjam, hogy 2018 közepéig, vagy talán eddig a pillanatig a fuvarpiac nem tudta ezt fizetni vagy finanszírozni, nem, nem volt rá annyira szenzitív, hogy, ezt, hogy megemelték volna annyira a és ez az utolsó segélykiáltása is lehet mondhatni a magyar fuvarozóknak, hogy most már muszáj emelni, muszáj ke kell, hogy emeljük. Szinte, mind, szinte, minden szakmában probléma a munkaerő elszívás. A fuvarozás talán egy kicsit olyan szempontból különleges helyzetben van, hogy majd, hogy nem mindegy, hogy honnan dolgozik egy sofőr, aki nemzetközi szállítmányozásban dolgozik. Érezhető az, hogy erősebb ez a munkaerő elszívás ebben az ágazatban? Hát azért, ha azt nézem, hogy Magyarországon élő családokról beszélünk, természetesen ők is emberek, és hiányzik nekik a család, tehát azért tudnak kompromisszumot kötni, hogy a családdal együtt legyenek, hiszen külföldről sokkal nehezebb azt megoldani, megszervezni, hogy akár minden második vagy harmadik hétvégén itthon legyenek. Az elmúlt időszakban azért az volt a jellemző, hogy több hetes tartózkodás uh -huh. mellett tudták azt megtenni, hogy külföldi munkaadónál dolgoznak. Mennyivel csökkent a munkaerőhiány hiány az elmúlt időszakban itt a munkabérek emelkedésének hatására? Hát az a munkabérek emelkedése, ez, ez viszonylag rövid időszakról beszélünk, mert körülbelül egy 4-6 hónap, ahonnan már az úgy nagyon megindult és abszolút érezhető. Én saját példán azt merem mondani, hogy hogy nem kell attól ö, aktívan félni, hogy esetleg saját autók állnak, de a közvetlen környezetemben is azt tudom mondani, hogy a sofőrhiányról beszélünk, mint napi téma, ö, nyilván aktív kérdésről beszélünk, de nem olyan sűrűn. Úgyhogy ez talán egy válasz. Ma hát, már egy kicsit könnyebb. Ö, ö, talán. hogy új munkáról találni. Mik azok a tényezők még, amik befolyásolják ezt a bizonyos fuvarköltséget? Egyik fő probléma az eszközöknek a biztosítása, hiszen a, biztos, a biztosítási díjak óriási magas költségek. Ezt azt gondolom, hogy ha szorzókra kellene mondjam, több 4-5-8-10-szeres szorzókra is beszélhetünk néhány társaság esetében. Ez ismételten egy olyan költség, ami ö, nem tud lineális pályán növekedni, és hirtelen szemnugrottak meg. Ö, itt bár akárhogy nézem, hogy alvállalkozókról beszélünk, vagy nagyobb cégekről, nekik is egy olyan, olyan matematikát kell összerakni erre, ami, ami, egy ilyen hirtelen reakciót kellett tudja, hogy hozzon erre a költségnövekedése. Illetve emellé még nyugodtan mellé sorolható az üzemanyagár folyamatos nevekedése, mert az, hogy folyamatosan növekszik és néha csökken, ezt még mindig amellett tudom inkább letenni a voksom, hogy ez nő. Ha a 2017-es évet nézzük, akkor százalékban is magasan kifejezhető ez. 15-20, akár 25 százalékos növekedésekről is beszéltünk, és nyilván nem csak Magyarországon, hanem Európán egyaránt érezzük ezt, hiszen olyan mennyiségű üzemanyagot nem tud magával vinni egy szerelvény, hogy csak azt tudja mondani, hogy Magyarországi piacról kell, hogy vásároljuk az üzemanyagot. Na most, ha ezt a hármat már összefogom, ez egy, ez egy probléma, Amivel nagyon kell foglalkozni, hiszen itt uh, már arról beszélünk, hogy a létezés, illetve a fenntartásnak forog kockán a, a, a lehetősége. Milyen mértékű uh, fuvardíj emelés az, amit rá lehet uh, szabadítani uh, a gazdaságra, hiszen ennek minden ágazatra óriási hatása lesz? Hát én azt gondolom, hogy uh, azért. Uh, két héttel ezelőtt kijött az MKF-nek egy nyilatkozata, illetve volt egy kommunikáció, miszerint 15-20%-os növekedésekkel, hogy számoljunk. Én azt gondolom, hogy nagyon a közepére raktuk ezt. Én azért egy 30%-os fuar díj növekedésről szeretnék inkább tárgyalni, hiszen ez azt a számot tükrözi, amivel Ismételten profitorientáltan lehet egy vállalkozást működtetni, uh -huh. mert az, hogy a költségek uh -huh. kijönnek, és a nap végén nem tudunk értelmezni pozitív eredményt, azért az, az nem feltétlenül jó. Mióta tart ez a folyamat, és hány fuvarozási cég esett ennek áldozatul? Pontos számokat az, az hogy hány cég esett ennek áldozatul, nem tudok mondani, de évről évre azt tapasztaljuk, hogy 10 12 a csökken a forrozóknak a létszáma. Ez a folyamat évek óta tart, én visszamenőleg nyugodtan merem azt mondani, hogy 3-4 éves folyamat, már csak ha azt nézzük, és itt kell, hogy foglalkozzunk a belföldes forrozókkal, az olyan forrozókkal, akik itthon Magyarországon te te végeznek forrozási tevékenységet, függetlenül a szegmestől, hogy ebben a, ebben a szegmensben látjuk azt, hogy az elmúlt négy évben kimaradtak a fejlesztések. Nincsenek olyan, jármű eszk nincsenek olyan járművek, nincsenek olyan eszközök, amelyek a mostani forrozáshoz szükségesek lennének. És ugye nyilván évről évre halljuk össze a tervezetet, hogy szeretnék a, az autópálya a mértékét ö, növelni, és most már nyilván innél inkább arra ösztönözni az embereket, hogy jobb emissziós besorolású járműveket használjanak. Amivel csak egy probléma van, hogy nem tudja miből megteremteni azt, hogy ezt az eszközt beszerezze. És nyilván, hogyha eljutunk oda, hogy nem tud profitot termelni magának a vállalkozó, és ugyanúgy megemeljük olyan hirtelenséggel akár ezt az útdíjat, mint a biztosításnak a költségét, ez szerintem nagyon sok számot fog jelenteni, és nagyon magas százalékos arányt fog jelenteni a jövő évben. Hol tartanak a tárgyalások? Hát a, a tárgyalások azok ugye nem új keletűek, mert már tavaly is volt erről szó. Ez a 15-20 százalékos Áramelés ennek a, ennek a úgymond egyik reakciója, hogy, hogy nagyon várható ez, hogy jövő januárban ez bevezetése kerül. Ugye nyilván olyan szinten, hogy a mostani euró 3-as díjaknak fognak megfelelni az euró 6-os besorolású járműveknek a díjai, és attól lefelé pedig folyamatos árnövelésre lehet számítani. Ehhez egy fontos információ az, hogy Magyarországon túlnyomó részt jelenleg a belföldes fuvarokat végző, vállalkozó autói az Euró 3 és az Euró 5 kategória között vannak, de túlnyomó részt Euró 3 és 4. Borosinuszki László, köszönöm szépen, hogy befáradt az, hogy ez milyen ágazatoknak fog fájni. Erről is be fogunk számolni, azt gondolom. Köszönöm szépen, Köszönöm hogy szépen. Itt van.